Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Bilder aus dem deutschen Leben. Die Wanderausstellung ist auch im Vadum eingetroffen. Deutscher Nationalkulturtag. In diesem Jahr war Vikic Gastgeber der Veranstaltung. Martinstag in Komitat Tolna. Legenden und Volksbräuche. Deutsche Parade zum Martinstag. 600 Grundschulkinder feierten gemeinsam auf den Hauptplatz von Fünfkirchen. Auf Wardum wurde eine Fotoausstellung mit dem Titel Blickpunkt – Bilderwettbewerb eröffnet. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Leben der Deutschen. Der Fotowettbewerb des Zentrums wurde 2008 ins Leben gerufen und die eingereichten Arbeiten werden in Form einer Wanderausstellung im ganzen Land präsentiert. Die Ausstellung kann von Interessierten bis zum 30. November in der Aula der Dorfgrundschule besichtigt werden. Blickpunkt címmel nyílt kiállítás a Várdombi Általános Iskola aulájában. A tárlatot egyébként a háromnapos Mártonnapi programsorozat keretein belül nyitották meg. A közönség mintegy 50 kép révén tekinthet be a hazai németség életébe, mindennapjaiba, avagy éppen ünnepi eseményeibe, hagyományaiba, kulturális rendezvényeibe. A Vándor kiállításon szereplő alkotások ékes bizonyítékai a német nemzetiségi kultúra sokszínűségének. Nekem most ez azért fontos, mert tulajdonképpen a szülőfalomban és a volt iskolámban történik ez a kiállítás, és így is kötődök a faluhoz is, meg magához a fotókiállításhoz is, hiszen figyelemmel kísérem, és egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert hogy ugye a fiatal generációnak meg kell ismernie a múltját, akár régi képeken keresztül, akár a jelenlegi fotókon keresztül, amiben ugye azt tudjuk érzékeltetni, hogy hogyan őrizték meg ezeket a hagyományokat, és melyek azok a hagyományok, amelyeket még ma is őriznek. És ez a mai fiatalság és az ifjú generáció számára is nagyon fontos, hogy ezt tovább vigyük, és ezeken a fotókon belül pedig valami motivációt kapjanak. És mint pedagógus, én pedagógusként is nagyon jónak tartom, hiszen a honismeret keretében is kaphatnak ismeretet a fotókon keresztül a gyerekek, és nem beszélve arról, hogy a német népismeretben is nagyon jól felhasználhatók ezek a képek, akár motivációként is. A Centrum fotópályázata egyébként 2008-ban indult útjára, az elmúlt 12 évben nagyjából 4000 az ország német lakta településeiről beérkezett fotográfia került a központ birtokába. Az elnök elmondta, hogy a képek között Várdombi díjazott is van, a kiállítást pedig november 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők. A Várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzat negyed évszázada alakult Holcz János kezdeményezésére. Az a gond, hogy Várdomban már az idősebb korosztály kiöregedett, aki valójában ehhez a német nemzetiséghez tartozott, és ezért mi, a korosztályunk és a fiatalabbak próbáljuk ezt a hagyományt fenntartani és továbbvinni. Die eine ist Kalmon, die andere eine Sonne, und diese Gorkasker, da hab ich gar so gern. Sie unsere Kerne, sie leuchten auch ferne. Ma jelenleg három fő tartozik a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Együttműködési megállapodásunk van a nagy önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel, az általános iskolával, az óvodával és a Római Katolikus Egyházzal. Támogatjuk az általános iskolában a legjobb 8. osztályos tanulót az év végén. Anyagi támogatást nyújtunk azoknak a közép- és felsőfokú intézményben tanulóknak, akik a német nemzetiség terén tanulnak tovább.
programot is szervezünk évközben. Hát sajnos az idén nem sok mindent tudtunk, meg a korábbi években. Inkább a legnagyobb ünnepünk ez a Márton nap, de tavasszal, januárban a kitelepítettek emléknapját tartjuk meg. Kirándulásokat szervezünk Baranyában és Tolna megyében azokban a falvakban, ahol szintén német nemzetiségi önkormányzat van, és ápoljuk a hagyományokat. Der Deutsche Nationalkulturtag in Komitat Bács-Kiskun fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird jedes Jahr eine Auszeichnung verliehen, die dieses Jahr vom Wikitsch ausgerichtet wurde. In diesem Jahr fand im Wikitsch der Deutsche Nationalkulturtag des Komitats Bács-Kiskun statt. Jedes Mal findet die Veranstaltung in einer Siedlung in der Nähe der zu ehrenden Person statt und dieses Mal haben sie auch ein Bundesprogramm vorbereitet. Dieses Programm gibt es schon seit 22 Jahren. Vor 22 Jahren hat der Verband der Deutschen Selbstverwaltung des Komitats Bács-Kiskun beschlossen, dass diese Organisation eine Auszeichnung an verdiente Personen im Komitat verleiht. Und jedes Jahr findet diese Veranstaltung in anderen Ortschaften statt. Es hängt immer davon ab, wo die ausgezeichnete Person eine Bindung hat. Dieses Jahr sind wir in Wikitsch schon zum zweiten Mal, weil die Anna Sauter hier die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung war und sehr aktiv auf Nationalitätenebene tätig war. In diesem Jahr ging der Preis an Anna Sauter, die für die Traditionen, die Kultur und die Sprache der deutschen Gemeinde im Komitat Bács-Kiskun schätzt, sondern auch die Fürsorgerin von Wikitsch ist. Mit dem Deutschtum beschäftigt sie sich seit fast 4 Jahrzehnten, auch aufgrund ihrer eigenen Wurzeln. Nagyon meglepett a kitüntetés, de nagyon örültem neki. Én 39 évvel ezelőtt kerültem Bács-Bokodra, nemesnádudvari születésű vagyok, tehát egy nemesnádudvari német nemzetiségi családba születtem. Egy régi kapocs van a nemesnádudvariak és a bács-bokodiak között. Annak idején 47-ben a kitelepítés során körülbelül 300 főt telepítettek ide át Bács-Bokodra nemesnádudvarról. Amikor ide kerültem, akkor hát először csak a volt nádudvariakkal tudtam a nemzetiségi nyelvet gyakorolni, de ahogy teltek az évek, egyre több bács-bokodi nemzetiségi családot is sikerült felfedezni, megtalálni. A nemzetiség életébe viszonylag korán bekapcsolódtam, először mint képviselő, és utána mint elnök. És rengeteg rendezvény, kirándulás, gyűjtés, ami a munkánkat jellemezte. Der Deutsche Nationalkulturtag von Komitat Bács-Kiskun fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Wikitsch war zum zweiten Mal Gastgeber des Programms. Am 11. November feiern wir den Martinstag. Mit diesem bedeutenden Tag sind mehrere Legenden und Bräuche verbunden. Nach volkstümlichen Überlieferungen ist der letzte Feiertag der 40-tätigen Fastenzeit vor Weihnachten daher ein regelmäßiges Fest. Neue Wein- und Gänsegerichte sind dabei ein unvermeidlicher Bestandteil. Libák, meg falevelek, meg ősszel, meg csillagok. A kisebbek nemrég készítették, az idősebbek pedig már évek óta őrzik és vigyáznak azokra a lámpásokra, amiket évről évre kézbe vesznek, hogy azzal vonuljanak fel. A szekszárdi Baka István általános iskolában már régóta tradíció a Mártonnapi program. Most már 22 éve van ez a hagyomány iskolánkban.
Ez egész napjukat belengi a német nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekeknek a Mártonnap. Délelőttökön már a német órákon is ezzel foglalkozunk. Délután az alsósok kézműves foglalkozáson vesznek részt. Az ötödikeseink ebben az évben egy forgószínpadszerű vetélkedő mutathatták meg tudásokat. A hatodikosok voltak azok, akik a kiflit, a híres nevezetes mártonnapi kiflit sütötték meg népismeret óra keretében, amit hogy a lámpionos felvonulás után a gyerekek a Márton jó cselekedetét megemlítve, vagy emlékezve ketté törnek majd az aulában. És most 16:30 kezdődik a lámpionos felvonulás, a gyerekek elkészítették az elsősök az első lampionjukat, az idősebbek pedig már korábban elkészített lampionjukat hoztuk ma magukkal, és ezzel próbáljuk színesíteni itt az iskola környékét. Minden évben nagyon várják ezt az eseményt, nagyon készülnek rá, nagyon élvezik, és fontosnak tartjuk a hagyományápolást, és ezért tartjuk minden évben ezt a mártonnapi felvonulást is, hogy ez a hagyomány fennmaradjon. Minden évben folyamatosan bővítjük az ismereteiket, azért ezen a napon már a picik és az elsősök is tudják, hogy mi az, ami a Mártonnaphoz kapcsolódik, miért ünnepeljük Márton és az ő jó cselekedetét, de igen, ez egy napra korlátozódik itt nálunk, de természetesen a munkáik, azok a folyosókon ki vannak állítva, illetve a fali újságot is díszítik. Körülbelül 100-150 kisgyerek az, aki ma felvonul, de természetesen vannak, akik hozzák a kistestvérüket is, akik majd ebben az iskolában fognak járni, úgyhogy minden évben egyre többen leszünk. Hallgattunk mártonnapi dalokat, meg kézműveskedtünk róla. Megbeszélgettünk róla, néztünk mesét. És bebújt a liba, ahol már nem szeretett volna pap lenni, és egy püspök lett belőle végül. Azt tudjuk róla, hogy ez egy nagyon-nagyon jó nap, Szent Mártont ünnepeljük ilyenkor. Van sok kézműves foglalkozás, felvonulunk a lámpásainkkal, kiflitterünk, teázunk, és ezek nagyon jó dolgok egyébként. A Szent Márton, hát télen egy nagy hóviharba elment a lovával egy várba, elindult, és egy találkozott egy szegény emberrel, aki nagyon-nagyon fázott, és a kardjával félbevágta a köpenyét, és odaadta neki a másik felét. A Tolnamözsi Zöldkert óvodában a német nemzetiségi hagyományok ápolását rendkívül fontosnak tartják. Ennek következtében a Mártonnap kiemelt jelentőséggel bír az intézmény életében. A tradíció több tíz éves múltra tekint vissza. És örülünk, hogy immár együtt ünnepelhetjük a családokkal Szent Márton ünnepét. Egy kis műsorral készültünk a gyermekekkel, amelyre nagy-nagy örömmel készültek a hét folyamán. Utána egy közös táncra invitálnánk a szülőket is, Molnár Orsi kíséretében, zárásul pedig a megszokott lámpás felvonulással zárnánk ünnepünket. Egész hetes Márton projektet hoztunk létre, a hét folyamán különböző programokkal készültünk a gyerekeknek, kézműveskedtünk, lámpásokat készítettünk, süteményt sütöttünk, verseltünk, meséltünk, mondókáztunk, illetve megismertük Mártonnak a legendáját, amely során kiemeltük azokat az értékeket, amelyek a gyermekek számára nélkülözhetetlenek a mindennapi életünk során, mint például a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet és a segítőkészség. Novemberi csütörtök, vidám ez a sütőtök, világít a szemüvege, pedig nincsen szemüvege, csak egy tökfej kalapja, gömbölyű az alakja. Közepére mécses, ha megsütjük édes. Szent Márton jóságáról és szerénységéről már életében legendák keringtek. Hívei meg is akarták választani püspöknek. Ő azonban sorsa elől menekülve, szerénységből inkább elbújt a libák oljába.
A legenda szerint az állatok gágogásukkal árulták el Szent Márton búvóhelyét. Az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Tehát gyakorlatilag a Márton, Szent Márton története a liba történetével így összekapcsolódott. Maga a liba alaknak a megjelenése, illetve a legenda történetekben való megjelenése, az viszont egy későbbi dolog volt. Tehát mi is, a tudományos kutatás is feltételezi azt, hogy a libának, mint attribútumnak való megjelenése az a 10. századtól kezdődhetett meg, és a művészeti ábrázolása, amire az elsőről, amiről ma a tudomány meg a művészet történet tud, az csak a 15. századi, az első ilyen ábrázolás. Valószínűleg, hogy ez összefügg a keresztény egyháznak azon törekvésével, hogy a régi pogány hitvilágnak a tételeit keresztény jelképekkel fedjék el. A magyar királyok védőszentje volt Szent Márton. A legendák szerint Szombathelyen Szent Márton szülő házára épül rá már az ókeresztény időben az első ókeresztény templom, amit a későbbiekben és az évszázad viharaiban a későbbi templomok követnek, de mindig ugyanazon a helyen tartva azt az elgondolást, hogy Szent Márton szülőháza ezen a helyen élt. Ugyancsak ehhez kapcsolódik az a történet, hogy a mai Szent Márton székesegyház helye, az tulajdonképpen Szent Márton szülőháza volt. Na most innentől kezdve nem nehéz azt a kultuszt megmagyarázni, azt a szentséget, ami Szent Mártonhoz kapcsolódik egész Magyarországon, és ez leginkább a Dunántúlra jellemző. A néphagyomány szerint november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek, ekkorra fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és a bér mellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap már kezdődött a 40 napos böjt. Die deutsche Gemeinde von Fünfkirchen und die deutsche Institutionen der Stadt veranstalteten auch dieses Jahr wieder eine gemeinsame Martinstagsparade. Mehr als 600 Kinder versammelten sich auf dem Széchenyi-Platz in Fünfkirchen, um gemeinsam die Legende von St. Martin zu feiern. Auch drei örtliche deutsche Grundschulen und ein Kindergarten schlossen sich den Laternenumzug an. Die Kinder sangen und tanzen gemeinsam mit Laternen in den Händen. Zum zweiten Mal feierten die Kinder den Martinstag mit einem Flashmob auf dem Széchenyi-Platz. An der Veranstaltung nahmen Studenten von Institutionen teil, die Nationalitätenunterrichtung anbieten, um den Bischof von Tours und der Legende seiner Wahl zu gedenken. Der Begann der Geschichte erzählt, wie sich Martin zwischen den Gänsen versteckte, um nicht vom Bischof ernannt zu werden, aber die Vögel verirrten seinen Aufenthaltsort. Sein Leben war von Wundern und Heiligungen begleitet. Bei dieser Gelegenheit lernten die Kinder auch eine Choreografie, die sie mit ihrem eigenen Laternen in der Hand vorführten und sangen. In Pécs gibt es in den unterschiedlichsten Schulen seit Jahrzehnten eigentlich diese Feier, aber hier auf dem Széchenyi-Platz, wo alle Schulen, wo Nationalitätenunterricht stattfindet, seit 2 Jahren. Voriges Jahr hatten wir zum ersten Mal, damals, also vor einem Jahr, nur mit so ungefähr 300 Kindern und jetzt waren es mehr als 600 Kinder dabei. Die innenstädtische Schule hier in Pécs, die Schule im Gartenstadt, der Testvévároskerei-Schule und aus dem Varia-Koch-Schulzentrum kommen auch Kinder. Es ist nicht einfach, Hunderte von Kindern unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig Tanz zu unterrichten. Also lernten die Kinder die Tänze einzeln. Úgy történt a szervezés, hogy összeállítottunk egy koreográfiát, elküldtük videón minden iskolának, elpróbálták, kigyakorolták, és idejöttünk, mindenki tudta. És ez alakult ki belőle, ez a flashmob jellegű közös tánc. Der Martinstag war bei den Ungarndeutschen nicht so beliebt wie im Ausland, aber die Bildung machte ihm zu einem prägenden Feiertag bei Kinder und Schulen. Also Martinstag wird in einigen Regionen Deutschlands vor allem organisiert und gefeiert.
In Ungarn, bei den Ungarndeutschen, war es nicht so in damals, aber seitdem es Nationalitätenunterricht gibt, haben die Schulen das als Feier eigentlich gemacht. Und das sind Lieder, die vor allem aus Deutschland kommen. Also dieser Liedergut kommt aus Deutschland. In diesem Jahr versammelten sich am 11. November mehr als 600 Kinder auf dem Hauptplatz von Fünfkirchen. Die Teilnehmer konnten mit einer Stofftasche, die gefärbt werden kann, nach Hause zurückkehren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.